Így virágzott a káposzta repce április második hetében Gyulatanyán, egyedülálló módon ilyen korán még nem borultak sárgába a szántóföldek. Az idő előtti fejlődés az enyhe, de kellően csapadékos télnek volt köszönhető, ez pedig már a mostani állapot. A repce már szinte embernagyságú, a növény növekedése tehát folyamatos volt az elmúlt másfél hónapban is. A tapasztalatokat most az országos és nemzetközi repce és kalászos bemutatón osztották meg egymással a szakemberek a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Augusztinyi András kísérletvezető úgy látja, akár rekordtermés is lehet idén. A repceállomány, a szakemberek, akik megnézik, egyöntetű vélemény szerint, hogy nagyon jó. Ilyen embermagasságú, tehát már az ugye eleve ugye sokat mond. Mi változatlanul azt tartjuk, hogy egy olyan 5 tonán felüli repcetermés szeretnénk produkálni. Az ősszel elvetett kalászosok jól teleltek, egészen az elmúlt napokig azonban veszélyben volt fejlődésük a szárazság miatt. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke úgy fogalmazott, a 24. órában érkezett az eső, ami a tavaszi vetésű növényekre is jótékonyan hatott. Nagyon örülünk neki, hogy most mégis itt május második felében érkezett ez a csapadék. Ez nagyon jót tett egyébként nem csak a kalászosoknak, hanem a kukorica, napraforga vagy ezeknek a tavaszi vetésű növényeknek is. Ugyanis lezajlottak a gyomirtózások, szépen kikeltek, és most én úgy gondolom, hogy egy robbanásszerű növekedés fog beindulni. A mezőgazdaság az egyik legfontosabb gazdasági szektora Magyarországnak, több százalékát adja a hazai GDP-nek. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint épp ezért fontos, hogy a szakmai kihívások megoldásában összefogás legyen a gazdálkodók körében. Nem csak saját magunkat látjuk el, hanem exportálni is tudunk, és nem mindegy, hogy milyen egészséges élelmiszert exportálunk, ez pedig a társadalmi hatás, hogy az emberek egészséges, fogyasztható, jó minőségű élelmiszereket egyenek, és azért tartom fontosnak itt Nyírtelek Gyulatanyán, mert itt van egyfajta kísérleti állomása a Nébiknek, itt a szakemberek összejönnek, agrárpolitikáról beszélnek, gazdaságpolitikáról beszélnek, társadalompolitikáról beszélnek. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, európai szinten is egyedülálló az az agrártámogatási rendszer, amelyet a kormány biztosít a magyar gazdáknak. Háborús helyzetben vagyunk, és nagyon sok nehezítő tényező befolyásolja a gazdák életét, hogy ezekben a nehéz körülmények között is valóban meglegyenek azok az alapok, meglegyenek azok a lehetőségek, akár a vidékfejlesztési program, akár az agrártámogatásokon keresztül, hogy tudjanak haladni, tudjanak épülni, és tudjanak valóban azzal foglalkozni a gazdák, ami a legfontosabb, a termeléssel. A háború tönkretette Magyarország piacát, így a hazai agráriumnak új rendszert kell felépíteni, hangsúlyozta Jakab István, a Magosz elnöke. Mint mondta, meg kell találni azt az élelmiszer előállítási folyamatot, ami a következő évtizedekre is garantálja az ország önellátását. Új helyzet van, új stratégia kell, és ez a mai nap is pontosan ezt célozza, mert váltanunk kell, új stratégia mentén nyilván az ukrán mezőgazdaság nyomását az hosszú távon fogjuk érezni, ez még igazán most kezdődik. Ha megkezdődnek Ukrajnával az uniós tárgyalások, onnantól kezdve még inkább a nyakunkon fogjuk érezni ezt a terhet. Tehát nekünk újra kell gondolni nagyon sok dolgot, tudás, technológia, eszköz megvan hozzá, az emberek felkészültek, meg kell találni a legjobb megoldásokat. A repce hozama egyébként akár a hektáronkénti 5 tonnát is meghaladhatja a gyulatanyai állomáson. A vármegyei gazdák pedig abban bíznak, az eladási ár is megközelíti a kilogramonkénti 200 forintot a betakarítást követően.